Köszöntöm kedves nézőinket, Önök a Williams Televízió Vecsési Magazin című műsorának március 25-ei adását látják. Nézzük röviden a tartalmat. Beruházások. Hamarosan befejeződik a vecsési rendőrőrs felújítása. Kisbuszok. Két darab 9 személyes kisbuszt vásárolt a vecsési kézilabda szakosztály. Városgondnok. Változások várhatók a hulladékgazdálkodási rendszerben. Lomtalanítás. Április 2 szombatján lomtalanítás lesz a városban. Tavaszi szünet. A pihenés előtt Teszveszváros volt a Halmitelepi általános iskolában. Húsvét. A katolikus és református lelkész beszél az ünnepről. Két keréken. Húsvétkor ismét útra kelnek a motoros nyulak. Nemzetiségi percek. Tojásfutást rendezett a falusi óvoda. Multidéző. Rovatunkban ezúttal 2002-be utazunk vissza. A nyúl. Igazán tekintélyes termetű tapsi füleseket láthatnak majd adásunkban. Sport. 6-3-ra győzött a vecsési futballklub csapata Török Bálint ellen. Lakossági ötlet alapján a Környezetvédelmi Bizottság javaslatára gólyafészket helyezett el az önkormányzat a Kispataknál lévő tanösvénynél, tájékoztatott Várszegi Csaba, a bizottság elnöke. A képviselő elmondta, hogy az ott lakók több alkalommal is láttak már ott gólyákat, innen jött az ötlet, hogy idén egy fészekkel várják őket. Mivel a gólyák szeretik az ember közelségét, ezért lakott területen helyezték el a nekik szánt oszlopot és a költőhelyet. A fészekkel kapcsolatban a Dunaipoly Nemzeti Park egyik szakembere is segítséget nyújtott, a gólyák kényelmes fészkéről pedig Várszegi Csaba gondoskodott. A polgármesteri hivatal tájékoztatja a lakosságot, hogy április 22 és május 9-e között tüdőszűrés lesz Vecsésen. A tüdőszűrés helye Vecsés Károly utca 2, a régi felnőtt könyvtár épülete. A vizsgálat modern, korszerű géppel történik. A 40 év feletti lakosoknak évente egy alkalommal továbbra is ingyenes a tüdőszűrés, és a vizsgálatra való jelentkezés önkéntes. Munkaalkalmassági vizsgálathoz, illetve 40 éves kor alatt a vizsgálat díja 1700 forint, melynek befizetése postai csekken történik. A csekket a szűrőállomáson dolgozók biztosítják. Beköszöntött a tavasz, és az időjárás már kedvez a városban zajló beruházások megkezdésére, folytatására. A tervezett út- és járdaépítésekről, valamint a vecsési rendőrös hamarosan befejeződő felújításáról a március 22-i testületi ülés után a polgármestert kérdeztük. Most tavasszal egyrésztről a Forgalomtechnikai Bizottság összeült és javaslatot tett annak az 50 milliós keretnek az elköltésére, amely a költségvetésben szerepel, és út járdaépítésekre használható fel. Ebből 30 millió forint járdaépítésekre kerül felhasználásra nagyjából, tehát még a pontos számok nincsenek kidolgozva, és nagyjából 20 millió forint lesz, tehát a maradék összeg útépítése, de ez csak az első körös. Ugyanakkor döntött a Forgalomtechnikai Bizottság például arról is, hogy ahol nagyon nagy a szükség, például a Gyár utcából ott a vízelvezetés, illetve az útépítés terveit megrendeli. Tehát még egyszer mondom, a tervek szükségesek, meg kell rendelni őket. Azoknak az elkészítése után első dolgunk az lesz, hogy a vízelvezetési kérdéseket megoldjuk, mert ott elég mély pont van a Gyár utca és a külső Gyáli út kereszteződésében, gyakorlatilag összefolyik a víz, és elég nehéz onnan elvezetni bármilyen irányba is, mert olyan mély ponton van, hogy az árok sajnos mélyebben van, tehát oda bevezetni nem lehet csak úgy gravitációs módon, tehát ide valamiféle gépészetre is szükség lesz, vagy szükség lehet, ezt majd nyilván megtervezik. Tehát ezt részt járdaépítésekre forgatjuk, ezt a pénzt másrészt útépítéseket folytatunk, valamint ugye készítjük elő a Város utcának a pályázatát, közbeszerzését. Gyakorlatilag ez is még 2 hónap, és utána fog indulni maga az útépítés, legalábbis ahogy most ezt én látom. Ezen felül nyilván a konkrét útépítésekről tájékoztatni fogjuk a lakosságot, de tavaly év végén elkezdődött a rendőrös belső átalakítása. Kértük, hogy ezt úgy csinálják, hogy 2 költségvetési évet érintsen. Nagyon sok vállalkozó is támogatta magát a beruházást, és most a második ütem, tehát az emeletek is elkészült. Gyakorlatilag mindenki cserélésre került,
épült, tehát minden közmű, vezetékek, csatorna, víz, gyakorlatilag az ajtók, minden megújult a rendőrösön, az összes burkolat, a szociális helyiségek, tehát gyakorlatilag minden. Ami hátra van még, az a parancsnoki szobák, gyakorlatilag azoknak az ajzat burkolata, illetve egész pontosan a parketta nem került kicserélésre, egyikben sem, tehát erre még keresnek támogatókat, valamint a külső színezés, esetleg szigetelés, ez még kérdéses. És úgy gondolom, hogy jövőre lehet szó arról, hogy a kazánt is kicserélésre kerüljön, tehát minden vezetéket kicseréltünk, a kazán ugye kívül helyezkedik el, az gyakorlatilag már nem egy olyan nagy történet, csak meg kell vásárolni, és a kazán elég drága. Úgyhogy ezért döntöttünk úgy, hogy az még egyébként bírja, és ha módunk lesz rá, akkor egy ilyen energiahatékony és környezetkímélő kazán tudunk beszerelni majd jövőre. Gyakorlatilag tehát a rendőrös belső felújítása befejeződött, még azért vannak apróbb simítások, és igazából szerintem a látványos rész talán majd a külső színezés lehet majd, de ezt még erre forrást kell még találni, mert úgy hallottam, hogy gyakorlatilag elfogyott az a keret, amit a rendőrös felújítására szántunk mi, illetve amit a rendőrség felajánlott, vagy amit ők összeszedtek, mert tudni kell, hogy ehhez nyilván a megye jóváhagyására volt szükség, igazából ők bólintottak rá a műszaki tartalomra is. Nekünk annyi volt a dolgunk, hogy ezt támogassuk. Tavaly január óta 7 újabb gépjármű került a város és a városlakók szolgálatába. Ebből 4 a Vecsési Városgondok Nonprofit Kft. Gépparkját erősíti, a központi konyha egyik szállító járművét is le kellett cserélni, valamint nemrég a közterületfelügyelőkhöz érkezett 2 újszerű szolgálati gépkocsi. Ezúttal pedig a Vecsési Kézilabda szakosztály tudott vásárolni 2 kis buszt. Tudjuk, hogy a kiemelt csapatsportágak komoly TAO-s támogatásban részesülnek, tehát a társasági adóból ugye a cégek juttathatnak bizonyos sportegyesületeknek, vagy a cégek által megnevezett sportegyesületeknek, amelyhez azonban kell önrész. Az önrészt általában ugye a városok állják, a települések állják, nagyon ritka esetben magánszemélyek, itt Vecsésen a többnyire a városi önkormányzat az, aki biztosítja a szükséges önrészt ezekhez a pályázatokhoz. Azzal a kéréssel fordult hozzánk a kézilabda szakosztály, tehát a VSE kézilabda szakosztálya, hogy ők szeretnének kis buszokat vásárolni, hiszen ezzel könnyebben tudnák mozgatni a gyerekeket, tudják őket szállítani, illetve hát nagyban mobilizálná őket, könnyebben tudnának versenyekre eljutni, stb. Tehát ők ezt találták ki, hogy erre nagy szükségük lenne. Ehhez 2,5 millió forint önrészre volt szükség, ez pontosan 2 millió 600 ezer forintra. Mi ezt hozzátettük, és ebből 2 nagyon jó állapotú, szinte újszerű, 9 személyes kis buszt vásároltak, úgyhogy most le is szállították ezeket a járműveket, beszerezték őket, úgyhogy örömmel tájékoztattak minket, és remélem, hogy tényleg egészséggel tudják használni, és a klub, illetve a kézilabda szakosztály eredményeit nagyban fogja javítani meg. Hát a mobilizálhatóságukat nagyban fogja javítani ez a 2 kis busz. A buszok ma érkeztek, úgyhogy tényleg teljesen friss beszerzések. Az átíratás és a biztosítási szerződések aláírása mai napon történt meg, úgyhogy ma vettük birtokba. A beszerzési források, ugye ez a TAO-ból, a köznapi nevén ismert TAO-ból vannak, illetve önkormányzati 50%-os önkormányzati hozzájárulással tudtuk megvásárolni a 2 buszt, ami óriási segítség és nagyon nagy fejlődési lehetőség a Vecsésese számára. Ezért külön köszönetet mondok mind a 2 rendszernek, a TAO-nak is, hogy ezt lehetővé teszi, illetve az önkormányzatnak, polgármester úrnak, hogy ezt a támogatást, ezt a segítséget megadta a kézilabda szakosztály számára. 2 darab 9 fős kis buszról beszélünk. Milyen utak várnak ezekre a buszokra? Hát kiszámíthatatlan, mindenhová elmegyünk velük, gyakorlatilag külföldre is, izolától kezdve mindenféle külföldi edzőtáborokba és versenyekre is használjuk, Magyarországon belül szintén. Hát most már 4 van, úgyhogy be tudjuk osztani, hogy a 2 régebbi az nyilván egy közelebbi célokra tud elmenni, a 2 új beszerzésű busszal pedig a távolabbi versenyhelyszíneket és edzési helyszíneket fogjuk látogatni.
Várhatóan változások lesznek a hulladék gazdálkodási rendszerben. A tervezett módosításokról március 22-én kedden vettük fel az interjút Tuba Zoltánnal, a Vecsési Városgondok Nonprofit Kft. Ügyvezetőjével. Március 23-ára van meghirdetve az a kormányülés, ahol erről dönteni szeretnének, és hogyha elfogadják, akkor április 1-től ez életbe is lép. Ez azt jelenti, hogy létrehozzák a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyongazdálkodási ZRT-t. Ez egy állami cég lesz. Központosítani fogják a hulladék gazdálkodást. Ez magyarul annyit tesz, hogy a szolgáltatást azt továbbra is mi fogjuk elvégezni, de a szolgáltatásnak az ellenértékét azt nem mi vagyunk jogosultak beszedni, hanem az állami cég fogja beszedni a díjakat, és ők fogják eldönteni, hogy mennyit fognak ebből nekünk visszajuttatni. Nekem nincsenek illúzióim, úgyhogy én nagyon bízok benne, hogy azért a költségeinket meg fogják téríteni, és nem fog a minőség rovására menni. Tehát én mindenkitől azt kérem majd, hogy legyen türelmes velünk szembe, mi megpróbáljuk ugyanúgy a maximumot nyújtani, csak sajnos kivettek a kezünkbe egy olyan lehetőséget, hogy a finanszírozást azt nem mi tudjuk megoldani egyből, hanem csak abból a nekünk visszajuttatott keretből, amit ez az állami cég nekünk ki fog fizetni. Amennyiben ezt a javaslatot elfogadják majd a kormányülésen, akkor gondolom, hogy április 1-e után egy bővebb tájékoztatást kapnak a lakosok. Mindenképpen. És az a legszörnyűbb ebbe az egészbe, hogy a részleteket még én se ismerem. Tehát ma március 22-e van, és egy olyan dolgot szeretnének április 1-től bevezetni, aminek a részleteit mi se tudjuk, hogy konkrétan a számlázás hogy fog történni. Először arról volt szó, hogy a holding fogja már az első pillanattól kezdve kibocsátani a számlát, most arról beszélnek, hogy továbbra is nekünk kell a számlát kiállítani, csak a bankszámlaszáma, hova a pénzt kell utalni, az a holdingnak a bankszámlaszáma lesz. Egyszerűen még nem tudok semmi konkrétat mondani, mert velünk se közölték. A szakmai szervezetek leírták a véleményüket erről a kormány határozat tervezetről, elég lesújtó véleménnyel vannak róla, nem tudom, hogy mi fog ebből megvalósulni. 24-ére ígértek a kongresszusi központba egy ilyen nagy tájékoztatót erről, oda elmegyünk, meghallgatjuk, és amint részleteket tudunk, mindenkit értesíteni fogunk erről. Zöld hulladék elszállítás, gajbegyűjtés és lomtalanítás. A Vecsési Városgondok Kft. Is felkészült már a tavaszra. 28-án, tehát húsvét hétfőjén szokás szerint nem lesz szemétszállítás, tehát akiknek húsvét hétfőjén lenne a szemét elszállítva, azoknak másnap kedden fogjuk bepotolni, úgy, ahogy ezt az új évkor is megtettük, úgyhogy mindenkit nagyon szépen kérlek, hogy legyen türelemmel, tehát keddi nap folyamán oda fogunk érni, lehet, hogy kicsit később, mint a megszokott idő, de kedden mindenkitől el lesz szállítva a kommunális hulladék. A sárga körzetbe lenne ez ezen a napon szelektív hulladékszállítás, ez is elmarad, ezt viszont 31-én csütörtökön fogjuk bepótolni. A tavasz megérkezett, mindenki a kertbe elkezdte a kerti munkákat, ez azt jelenti, hogy megmetszették a fákat, és mint minden évben, ez évben is szeretnénk elszállítani ezeket a gajakat. Április 2-án a felső részen és április 9-én következő szombaton pedig az alsó részen fogjuk elszállítani. Arra kérünk mindenkit, hogy az ágakat körülbelül másfél méteres darabokra aprítsák össze, kötegeljék össze, mert ezzel jelentősen megkönnyítik az embereimnek a munkáját, és csak így tudjuk elszállítani ezeket a gajakat. A gajazást azt kötegelve visszük, az egyéb zöld hulladékot, az pedig úgy, mint korábbi években is, április 12-től kezdjük el kett csütörtök felbontásba, tehát kedden a felső részen, csütörtökön az alsó részen, és ezeket a zöld hulladékokat változatlan áron kapható, 200 forintos zöld hulladékos zsákba kell kihelyezni az ingatlan elé, és így fogjuk elszállítani. Lomtalanítás is lesz? Igen, ugyanúgy, ahogy a korábbi években is, két hétvégén fogjuk ezt elvégezni, tehát ketté osztjuk a várost, ugyanúgy a felső részen április 16-17-én, és az alsó részen pedig április 23-24-én fogjuk a lomtalanítást elvégezni. Az eddigi módszer szerint?
Igen, valószínű, hogy ugyanúgy fogjuk, ahogy eddig is megcsináltuk. Ebbe az évben több autó áll rendelkezésünkre, úgyhogy valószínű, hogy nem fog fennakadást okozni. Ez egy kis kellemetlenséget okoz mindig, minden évben, de ezt a két napot szerintem ki lehet bírni a felső részen is, az alsó részen is. Összeszedjük a lomot és elszállítjuk, és onnantól kezdve tiszta lesz a város. A lomtalanítás előtt mennyivel tehetik ki a lakosok a lomokat, a hulladékokat? Hát, hogyha ideálisan mondanám, akkor én azt mondanám, hogy reggel 6-ig tegyék ki, hogy előző nap ne nagyon tegyék ki, mert akkor, ha esetleg megjelennek a guberálók, széttúrhatják, de tudom nagyon jól, hogy ezt sokan nehezményezik, hogy ilyet nem kérhetek tőlük, tehát én annyit tudok mondani, hogy előző este kihezik, másnap reggel mi elindulunk és elkezdjük a gyűjtést. Csak annyit tudok mondani, hogy tehát mi szombat reggel indulunk, tehát minél kisebb idő telik el addig, amíg mi elindulunk, annál kisebb az esély arra, hogy esetleg illetéktelenek személyek elviszik, vagy széttúrják a lomokat. Tavaly a lomtalanítás után említette, hogy volt, aki kipakolta a félháztartását. Van esetleg a lomok kihelyezésének, a lomok mennyiségének limitje? Hát ezt igen, én azt mondom, hogy háztartási mennyiséget tudunk elvinni. Tehát a lomtalanítás az azért lett kitalálva, hogyha valakinek egy éven belül olyan bútorra keletkezik, vagy akármi más a háztartásba, amitől meg szeretne válni, akkor mi azt elviszük. A lomtalanítás az nem arról szól, hogy vettem egy új ingatlant, és kipakolom a előző tulajdonos által ott hagyott összes bútort, lomot. Erre lehet rendelni egy konténert a cégünktől, és azt a lomtalanításon kívül külön konténerbe elszállítjuk. Tehát tényleg azt kérem mindenkitől, hogy csak olyan mennyiséget tegyen ki, ami normális mennyiség, mert ezáltal akkor a többi lakossal szúrunk ki, úgymond, hogyha nem tudunk időbe odaérni hozzájuk és elvinni előlük a lomot. Mit nem tehetnek ki a lakosok, illetve lesz-e a lomtalanítással egy időben veszélyes hulladékbegyűjtés itt a Városgondok területén? Igen, ugyanúgy, ahogy az előző években is szombaton lesz, mind a két hétvégén szombaton lehet behozni a veszélyes hulladékokat a telephelyünkre. Annyi különbséggel, hogy az aszbeszt tartalmú palát az idén nem tudjuk átvenni, de az összes többi veszélyes hulladék, gondolok itt az autóabroncsra, fáradt olajra, a gyógyszereket sem szeretnénk az idén átvenni, mert az bármelyik gyógyszertárba le lehet adni, de egyéb más veszélyes hulladékot, festékeket úgy, ahogy a tavaly évben is, de erről egy pontos listát fogunk majd összeállítani, és minden kedves lakost időben értesíteni fogunk erről. A képviselőtestület keddi ülésén Szabó Attila képviselő is kifejtette véleményét a tervezett lomtalanítással kapcsolatban. A képviselő a lomtalanítás lebonyolításának módjával nem ért egyet. Pont egy esztendőnk volt arra, hogy a lomtalanítást átvariáljuk, ahogy én ezt annak idején javasoltam. Akkor azt a választ kaptam, hogy igen, ez egy probléma, ezzel foglalkozni kell. Egy munkacsoportot fogunk létrehozni, és átvizsgáljuk annak a lehetőséget, hogy a házhoz menő lomtalanítás, vagy a lakosok szállítják be megfelelő helyre, vagy bármilyen más megoldás, de ezeket a kaotikus állapotokat meg kell szüntetni. Ehhez képest semmi nem történt, az idei lomtalanítás már ki van írva, és úgy tűnik, hogy a régi rendszer szerint fog működni. Úgyhogy hát nem tudom, hogy mi ez a késlekedés, de még mindig úgy gondolom, hogy lenne 2-3 hetünk, hogy legalább némi ötletet merítsünk egymás gondolataiból, hogy hát ha valami megoldást tudunk találni. Én nekem úgy jött most le itt a testületülésen a kérdésemre kapott válaszból, hogy valószínűleg ez nem fog megtörténni, tehát előre is figyelmeztetném a vecsési lakosokat, hogy megint arra a kaotikus állapotra kell számítani lomtalanítás idején, ami az elmúlt éveket jellemezte. Ami még nagyon fontos, hogy ez a munkacsoportban nem kellett volna keresgélni az embereket, lasszóval elkapkodni, hogy jöjjenek és akarjanak itt dolgozni, hanem képviselők, többek között én is jelentkeztem ebbe a munkacsoportba, hogy mi igenis ezzel a problémával foglalkozni akarunk, dolgozni akarunk és tenni akarunk ennek a problémának az elhárítása érdekében. Tavaly a lomtalanítás követően, illetve a közmeghallgatáson is említette, hogy önnek volnának módosító javaslatai a lomtalanítással kapcsolatban. Ön kereste
esetleg az illetékeseket ezzel kapcsolatban, hogy ezeket a javaslatokat megtegye? Természetesen nekem volt javaslatom, és akkor kaptam minden esetben ezt a választ, hogy akkor majd a munkacsoporttal beszéljétek át. Tehát mindig ez a válasz érkezett vissza. Ami tulajdonképpen teljesen reális, mivel hogy átmerítenénk más városokból bevett koncepciókat, de hát ezt mindig formálni kell az adott helyzethez, az adott városhoz. Tehát ez egy jó ötlet lett volna, csak egyszerűen nem történt meg. Mint ahogy Tuva Zoltán említette itt a testületi ülésen, önök ketten azért leültek asztalhoz, és mind a ketten elmondták a véleményüket, javaslataikat. Itt történt-e esetleg bármi előrelépés, haladás ez ügyben? Igen, leültünk 4 nappal ezelőtt. Tehát itt az idő megint csak elég szűkös. Leültünk, de nem feltétlenül ez volt a fő téma. Ezzel kapcsolatban ott már akkor a bejelentés történt, hogy lesz, és hogy a régi rendszerben. Akkor is elmondtam egy-két javaslatot, hirtelen ugyan, tehát nem a kidolgozottat, egy-két javaslatot elmondtam, de hát sajnos még mindig a régi rendszer működik. Én értem, hogy sok probléma van ezzel a dologgal, a kivitelezéssel és a többi, itt nem ez a lényeg, itt az a lényeg, hogy egy év alatt nem történt előre mozdulás. Mit vár, mit remél az elkövetkezendő néhány hétben? Hát ebbe a pár hétben nem tudom, hogy lesz-e rá lehetőség. Remélni remélek, mert a remény hal meg utoljára, tehát azt reméljük, hogy majd valami megoldást fogunk rá találni, de erre nagyon kicsi a valószínűsége. Javában tart a tavaszi szünet. A Halmitelepi Általános Iskolában közel 20. alkalommal rendezték meg a Teszvesz várost. A szünet előtti utolsó tanítási napon a gyermekek ismét birtokba vehették az intézményt. Nagyon változatos programokkal várjuk a gyerekeket. Reggel egy kulcsátadási ceremónia után, amikor is az igazgatónéni átadja az iskola kulcsait a diák önkormányzat vezetőjének, ezután a gyerekek a tornateremben egy PPT bemutatón vehetnek részt, a húsvéttal kapcsolatban nézhetnek meg képeket, és ezután foglalják el majd a munkahelyeiket, ahol kemény munkával kereshetik meg a napi betevő fabatkájukat. A gyerekek előre jelentkezhettek ezekre a helyekre, választani lehetett, hogy ki mit szeretne csinálni ezen a délelőttön, majd a munka végeztével pedig a fizetésükkel a szabadidős programokon vehetnek részt. Milyen munkák közül választhattak? Hát kézműves munkák közül készíthetnek tojásnyuszit, báránykát és a húsvét egyéb jelképeit készíthetik el, illetve már anyák napjára is készülhetnek, aki képes lapot szeretett volna készíteni, azt készíthet majd. Mire elég egy fabatka? Hát egy fabatka attól függ, hogy ki hogyan osztja be, különböző helyeken költheti el, mehet moziba, ahol kukoricát is kap a jegye mellé, társas játékozhat, illetve idén először szabadulószobából is kijöhet majd, és akkor vissza is kapja a belépő díjának a java részét. Ezen kívül még régi játékokat próbálhatnak ki, lesz gumizás, illetve ilyen kis mini szinten vecsési tojásfutásnak is emléket állítunk egy kis játékkal. Mit rejt a szabadulószoba? Ez még előttem is titok, én is ezután fogom kipróbálni, a fiatal kollégák találták ki, és ők is fogják ezt elkészíteni. Néhány dolgot már én is láttam ebből, tükör és mindenféle kis katyvaszok, lakatok és mi egymások között vezet majd az útja annak, aki a szabadulószobát választja. Mit ad ilyenkor ez a gyerekeknek, ugye a tavaszi szünet előtti utolsó nap, igazi felszabadulás, valóban övék az iskola. Ilyenkor látják már rajtuk azt, hogy valóban felszabadulnak és elkezdik magukat átadni a pihenésnek? Szerintem igen. Nagyon-nagyon lelkesen várták már a gyerekek ezt a napot, és előzetes munkákban is részt vehettek, készítettek plakátot, kis zacskókat, a pattogatott kukoricának, illetve segítettek előkészíteni tanáraiknak a kézműves foglalkozásokhoz a megfelelő anyagokat. Mi az, amit javasolna esetleg a gyerekeknek, hogy a tavaszi szünetet mivel töltsék a pihenésen túl? Hát én azt szoktam mondani az osztályomnak, hogy minél többet legyenek a szabadban, és ott vidáman ordibáljanak, ez is hozzátartozik, minél többet mozogjanak, és úgy néz ki, hogy amíg az időjárás is kedvezni fog ehhez.
Tavaszi szünet után hány nap kell ahhoz, hogy utána ismét aklimatizálódjanak az iskola hangulatához és fegyelméhez? Hát ráhangolódnak majd szerintem, mert szerdán fogunk kezdeni, és akkor ez a két nap az épp arra lesz elég, hogy valamennyire belerázódjanak, és aztán a rákövetkező héten már kezdődik a komoly munka. Illetve hát már a szünet után is kezdjük, vagy legalábbis megpróbáljuk. Tele lesznek élményekkel, erről be is számolnak majd egymásnak is, és hát nevelőiknek is. Közeleg a húsvét, dr. Huszka Mihály katolikus plébános és Dömötör Norbert református lelkész beszél az ünnepről és a hozzá kapcsolódó istentiszteletekről. A keresztény világ úgy ünnepli húsvétot, mint az ünnepek ünnepét. Mi az ünnepnek a lényege? Az ünnep lényege, ha próbáljuk egyszerű szavakkal megfogalmazni, a lét örömének a teljes átélése. Amikor nem gondolunk másra, jó együtt lenni, szeretetben, örömben, békességben. Ha most azt mondjuk, hogy a húsvét az ünnepek ünnepe, akkor feltesszük a kérdést, hogy miért. Mert ha általában ennek a örömnek valami véget vet, a halál. Halállal vége ennek a földi életnek. De a hívő ember azt ünnepli, és azt ünnepeljük húsvétkor, hogy valaki ezt a halált megsemmisítette, Jézus Krisztus. Tehát amikor azt mondjuk, hogy a húsvét az ünnepek ünnepe, annak örülünk, és annak örvend a keresztény világ, hogy Jézus 2000 évvel ezelőtt önmagában megölte a halált, és a feltámadásával megadta azt az új és örök életet, ami Isten tervében öröktől ott van, az Atya tervében, hogy a teremtményeivel megossza az ő belső szent háromságos életét. Tehát Jézus ezt szerezte vissza számunkra, ezt, ahogy Szent Ágoston mondja, önmagában ölte meg a halált a keresztván, és a feltámadt Jézus, amikor búcsúzik tanítványaitól, ezt a feladatot adja: menjetek el az egész világra, hirdessétek a feltámadás örömhírét, és kereszteljétek meg az embereket, minden nemzetet az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ebben a missziós parancsban az van, hogy ez az öröm, ezt az örömöt a keresztény ember nem akarja önmagának kisajátítani, hanem Jézus missziós parancsához hűségesen ezt továbbadni, és az ő céljának és tervének megfelelően a missziós parancsot teljesítve felajánlani, felkínálni minden embertársunknak, hogy ez az öröm, ami a keresztség szentségében, aki a kereszteléskor ezek a szavak hangzanak el, én téged megkeresztelek az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, és nagy szombat éjszakáján történik a keresztség szentségének a legünnepélyesebb kiszolgáltatása. Pontosan azt jelenti, hogy a keresztség szentségében a megkezdett örök életet éljük. Tehát a feltámadott Jézus életét, a halálról bezáródik egy kapu itt, és megnyílik egy kapu odaátra. Tehát ezért nevezi a keresztény ember és a keresztény világ a húsvétot, a feltámadás ünnepét az ünnepek ünnepének. Erre egy héten át készülünk, illetve távolabbi értelemben 40 napig, a nagybőti 40 nap alatt, a nagy héten pedig Jézus szenvedésének egyes részleteit percről percre ünnepeljük. Így például nagy csütörtökön az utolsó vacsora mi emlékezete az Erzsébet téri templomban 6 órakor lesz, és utána egy óra virasztás, Jézus parancsának megfelelően legalább egy órát virasztatok velem. Nagy pénteken a Szent Kereszt templomban ünnepeljük Jézus kereszthalálát, és utána 7:30-kor az Epresben pedig a városi keresztutat végezzük, felajánlva városunkért, pontosan azért azt a missziós parancsot teljesítve, amit Jézus kért tőlünk, hogy hirdessük azt, hogy minden szenvedésnek van értelme, ha Jézus keresztjéhez kapcsolódunk, vele együtt a feltámadott életét is hordozhatjuk. És így érkezünk el nagy szombathoz, este 8 órakor kezdjük a liturgiát, a
Petőfi téren, a Jézus szíve templom előtt tűzszenteléssel, húsvéti örömének visszentelés, keresztségi fogadalom megújítása, ünnepi szentmise és körmenet. És így érkezünk meg húsvét vasárnaphoz, amely mozgó ünnep, amint tudjuk, mindig a tavaszi napi egyenlőséget követő holtölte utáni első vasárnap. Most nagyon korán van ebben az esztendőben. A vasárnap a allelujás örömmel hirdetjük a világnak Jézus feltámadását, azzal a missziós parancsal, hogy ezt az örömöt nem magunknak akarjuk megtartani, hanem továbbadni mindenkinek. Ami nekem a legtöbbet a húsvétban jelenti, tulajdonképpen azt szeretném átadni a kedves nézőknek. A húsvét Jézus Krisztusnak a diadala a halál fölött, és azt gondolom, hogy így az életünknek az egyik legnagyobb kérdését oldotta meg, hiszen senki nem volt még, aki a halált legyőzte volna ebben a világban. Viszont Jézus Krisztusnak a feltámadása a halálból pont erről szól, hogy volt valaki, aki diadalmaskodott felette, és ő volt az, aki azt hirdette, hogy aki hisz ő benne, ő a feltámadás és az élet, annak szintén örök élete van, és része lesz a feltámadásban. Azt gondolom, hogy ennél nagyobb üzenet nem kell. Ez azt jelenti, hogy az ember lehet győzedelmes itt a világnak a nehézségei, nyomorúságai közepette, és a halállal szemben is lehet győzedelmes, amit általában nem is gondolunk, mert azt gondoljuk, hogy ezzel szemben az ember nem tud tenni semmit. Ez így is van, de Jézus Krisztusnak nincsen lehetetlen, hiszen ő nem maradt a halálban. Az istentiszteletek rendje az ünnepek ideje alatt tulajdonképpen hasonlóan történik, mint az elmúlt esztendőkben. Készülünk bűnbánati alkalmakkal az előttünk álló hétvégére. A szerdán és csütörtökön este 18 órától bűnbánati úrvacsorára előkészítő istentiszteletek lesznek a gyülekezeti házunkban. Nagypénteken két alkalmat is tartunk. Délelőtt 10 órakor úrvacsorás istentiszteleti közösségben leszünk együtt, és este 18 órakor is a templomban, ez a két alkalom már a templomban lesz, és Jézus Krisztus halálára emlékezünk, amiben mi megváltásunk van, és húsvét vasárnap, illetve húsvét hétfőn délelőtt 10 órától szintén úrvacsorás istentiszteleti közösségek lesznek, ahol pedig Jézus feltámadását ünnepeljük. A hagyományokhoz híven idén húsvétkor ismét útra kelnek a motoros nyulak. A velük találkozó gyermekek apró ajándékokra számíthatnak. Minden évben biztosak lehetünk abban, hogy a téren jön a tavasz, és ha jön a tavasz, akkor jön a húsvéti motoros felvonulás. Most is húsvéthoz igazítjuk, nagy szombat délután gyülekezünk, 13:30-tól, és 14:00-kor indulunk, tehát ez gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy most a hétvégén, szombaton fog történni ez a látványos esemény. Hol gyülekeznek, és merre indulnak? A Halmitér iskolánál a megszokott helyen, most már mondhatnám azt, hogy hagyományőrző módon, mert a legelső felvonulásunkat is ott szerveztük meg, az 2003-ban volt, az igaz Mikulás gyülekező volt, de hát ezt is 2010 óta rendszerességet megtesszük minden évben, tehát valódi hagyományán nőtte ki magát, és az a legnagyobb öröm ebben, hogy nem csak Vecsés és szomszéd település gyár motorosai jönnek, hanem a megyéből, illetve akár még távolabbról is, aki hírét vette már, az jön és csak hozzánk, mert ez egy évindító, év elejé örömmotorozás, hogy megjött a jó idő, és lehet újra motorozni. A gyerekek majd mi mindent kaphatnak, akik találkoznak önökkel? Hál' Istennek most már a Mikulásnál is voltak ránk váró gyerekek az út mentén, a felvonulás útvonalon. Most is készülünk kis vendéglátással, hogy úgy mondjam. Nyuszi tojásokat, apróbb cukrokat, amiket azért úgy lehet magunkkal vinni. Persze nem nagyon törős dolgokat, mert hát most furán néznek ki egy kidobott nyúl, ami összevisszatörik apró darabokra. Tehát olyan édességgel készülünk, amit hogyha az útvonal mentén várnak ránk gyerekek, az nyugodtan oda dobhatunk menet közben, nem mindig van mód arra, hogy megálljunk, de ha szokták a motorosok azt megtenni, hogy apróbb gyerekek esetén, vagy babakocsi és kisgyerek esetén oda gurulnak mellé, és egy biztató mosollyal a kezébe adják a kis nyuszi tojást, vagy az apró édességet. A motorosok arcán biztató mosoly lesz, és mi lesz a fején? Mert a motoros Mikulások esetében ugye a Mikulás sapka az evidens volt. Igen, készülünk idén is a nyúl jelmezekkel.
Hallottam már hírét olyan jelentkezőnek, aki tetőtől talpig egy komplett nyúljelmezt tudott beszerezni, és ebben fog majd felvonulni. Évek óta én is készültem rá, hogy beszerzek egyet, de nem tudtam még. Irigykedek is miatta, hogy másnak sikerült. De nyuszi füleket mindenhonnan, ahonnan csak tudunk, illetve hát a húsvétra jellemző díszítéseket szokták a barátaink fölrakni a motorokra. Színes kendőket, nyuszi tojásokat, illetve hát festett tojásokat ágakra, színes virág bokrok ágakra fölrakják, és akkor így hozzárögzítik a motorhoz, ezzel is emlékezve, hogy hát ez a húsvéti dolog. Még egyszer emlékeztetőül az útvonal. Az útvonal, az Halmi térről indulunk, a Besztercei utcán lemegyünk a Damjanics utcára, onnan az Előd utcán föl a Lőrinci utcára, onnan Pest felé fordulva a Lincoln úton átmegyünk a sinek alatt, rácsatlakozunk a 4-es útra, bemegyünk a fő utcára, tehát a régi 4-esre, bejövünk Vecsésre, eljövünk az Iskola utcáig, Iskola utcán lefordulunk, átmegyünk a Kissorompon, az Rényi utcán a Toldi utcáig elmegyünk, ott elfordulunk az Erzsébet térnek, az Erzsébet térről a Kinizsi utcán kijövünk a Dózsa-György útra, a Dózsa-György úton végig Gyál felé elmegyünk, és aki nem akar tovább jönni Gyál felé, az ottan kényelmesen kikanyarodik közülünk, akik viszont szeretnének Gyára is átjönni, és az ottani motorosakkal együtt befejezni a felvonulást, ővelük átmegyünk Gyára, ahol viszont egy meglepetés vár minden kitartó motorost, ugyanis a gyáli barátaink egy udvaron lehetőséget biztosítanak nyársalásra, szalonnasütésre, egy kis beszélgetésre, egy piknikelésre a felvonulás után. Tojásfutást rendezett a falusi óvoda, és a vidám eseményre meghívták a Mosolyország óvoda gyermekeit is. A húsvét előtti hagyományról az egyik óvónőt kérdeztük. Erre a napra a hagyománynak megfelelően készültünk, mert hogy Vecsésen a németajkú lakosság, őslakosság körében ez nagy szokás volt, húsvét hétfőjén a legények két csapatra oszlottak, és a Kobi-féle kocsma előtt egy lovaskocsit állítottak fel, és a két csapat két irányba 10 tojásért futott, és a 10. tojás, az a piros tojás, és ugye ez egy váltófutó verseny tulajdonképpen, nyers tojással futották ezt, itt mi most az óvodában ugye nem nyers tojással, mert a gyerekek nehogy elejtsék, és itt ugye nagy pancs legyen, hanem főtt tojással csináljuk, de ugyanaz a szisztéma, hogy váltófutás, és a győztes csapat valami kis ajándékot kap itt az óvodában, de a régi hagyomány szerint ezt egy vizes edénybe, egy vajlingba dobálták be a tojásokat, és a megmaradt éppen tojásokat ugye összeszámolták, és a nyertes csapat gyorsaságra is, és az épp tojások száma szerint is rangsoroltak. A győztes csapat este bemehetett a bálba, a zenészek fizettek nekik egy italt, és a kocsmás, a régi kocsmáros tulajdonos, a Kobi Rici néni pedig rántottát készített a meglévő épp tojásokból vacsorára a bálozó legényeknek, a győztes csapatnak. Ez volt a története. A Kobi kocsma története pedig az, hogy Szigeti Jakab kocsmája volt ez, aki egy soroksári sváb ember volt, a családjával idejöttek, és nyitották ezt a kocsmát, és a Jakab soroksári beceneve, a sváb beceneve a Kobi, így lett Kobi kocsma. És mi itt az óvodában úgy készültünk rá, hogy az eredeti táblának a transzparensét elkészítettük közösen az iskolával, hogy tudjuk használni a hagyomány felelvelenítése miatt, és most megnyílt a Kobi kocsma itt az óvoda előtt is, ugye a gyerekek futnak, és a várakozók pedig úgy, ahogy a régen a locsolókat, akik nézték ugye a közönség ezt a versenyt, azok a kocsmába fogyasztottak egy kis italt, hát mi málna szörpöt iszunk gyerekekhez mérten. Meghívtuk ugye a Mosolyország óvodát is, hiszen ők is nemzetiségi nevelést folytatnak az óvodában, azért, hogy hát így közösen akkor talán szebb és nagyobb lesz ez a verseny, és hát ők is egy kis ízelítőt kapnak a kocsmai életből is. Itt most fő tojással készültek, ahogy ön is említette, mi lesz a fő tojások sorsa utána, mert ahogy néztem, nem igazán törnek szerencsére, tehát ügyesek a gyerekek. Igen, hát ezt úgy szoktuk, hogy minden évben a főtt tojást utána uzsonnára megesszük, vagy tojássalátát készítenek belőle az óvónénik meg a dajkanénik segítségével, és akkor azt fogyasszuk el. Mennyire értik meg a gyerekek ennek a tojásfutásnak az üzenetét, mert a hangulat az tagadhatatlanul nagyon-nagyon jó.
Hát igazából nem tudom ezt, hogy ők hogy élik meg. Szerintem egy jó kis bulinak, versenynek, és talán kis ízelítőt kapnak abból, hogy régen az őseink hogyan ünnepelték ezt a keresztény hagyományt. A tojásutás az Epresben van, ugyanakkor láttam nyuszit az óvoda udvarán is. Igen, hát a nyuszi az ugye attól függetlenül jön, hogy itt tojásutás van, és minden csoport készül is valamivel, valami nyuszihoz illő dologgal, vagy tojást festenek, vagy tojást díszítenek ezen a napon, egy kicsit a locsolóknak esetleg virágot készítenek, tehát elmeséljük nekik, hogy hogyan is volt, mert én úgy gondolom, hogy ma már a locsolkodás is kihaló félben van, és nem árt, hogyha a gyerekek ezzel is találkoznak egy kicsit. Hogyan zárul majd a nap? Hát a nap azzal zárul, hogy ebédig ugye mindenki lefutja a kis versenyét, megkapja a kis ajándékot, elfogyasszuk ugye az ebédet. Van olyan csoport, ugye a nagyok azok nem biztos, hogy lefekszenek, hanem egy kicsit szórakoznak, buliznak még. Úgymond egy kicsit a csoportban szól egy kis zene, egy kis parti, a kicsik pedig lefekszenek pihenni, mert nekik szükségük van még a pihenésre. És a tojást pedig uzsonnánál majd megeszik. Multidéző rovatunkban ezúttal 2002-be utazunk vissza. Akkor is rendeztek tojásfutást, amelyen idősek és fiatalok egyaránt részt vettek. Érdemes figyelni az akkori utcaképet, 14 évvel ezelőtt az akkor még földes úton zajlott a hangulatos verseny. Szeretném megkérdezni, hogy régen ez hogy működött? Hát régen úgy működött, 40-50 évvel ezelőtt, hogy már húsvét napján mentek a fiatalok körbe, legalábbis a Krakkóba tojást összeszedni. És összegyűlt 300-400 tojás, és húsvét másnapján akkor kezdték ezt a hagyományos módon csinálni. Itt a Malom utcában végig ki volt rakva, ilyen tojás homok buckákba bele a tojás 2 méterenként. És akkor zenészek jöttek, és szintén játszottak. Mi ezt tovább visszük hagyományként. De akkor nem volt itt italbolt, hanem így a házok előtt csinálták. És hoztak hordósöröket, bort, üveges sört. A lakosság összeadta? Nem, csak úgy, ez a rész. És akkor a falunak a másik részéről is jöttek ide. Ez régi sváb hagyomány egyébként? Régi sváb hagyomány, igen. Azóta meg mi 30-35 éve meg mi folytassuk ezt tovább. Csak annyi a különbség, hogy most nem tojást szedünk, hanem vesszük. És itt a üzlet előtt. És hát akkor úgy volt, hogy reggelig bál volt, a falunak a másik részéről is ide jöttek. Azok is találkoztak, aki egész évben nem találkozott. Még jönnek az emberek erre a tojásfutásra? Jönnek bizony. Fiatalok is, vagy csak az idősebbek? És idősebbek is jönnek. Ezzel a rengeteg tojással az lesz, hogy hozunk át egy táblaszalonnát, és azt apróra összevágjuk, hagymát összevágunk, és tojásrántotta lesz belőle. És aki kér, főleg aki fut, vagy valamilyen pozíciót betölt, tehát az, meg bárki kérhet. Ez díjra megy egyébként? Lesz első díjra? Igen, díjra megy. A felnőtteknek lesz nagyon finom 7 decis bor, és a gyerekeknek csoki, és aki a leggyorsabb, azoknak póló lesz. És utcabál lesz, mert itt hallottuk, hogy a Brunner zenekar fog zenélni. Brunner zenekar már itt van, bent vannak az udvarban. És a munkálatokról szeretném megkérdezni, hogy hogy indul arra nevezések, már tudja, hogy hányan futnak? Hát igazán nem tudjuk, hogy hányan futnak, mert a régi hagyományokhoz hasonlóan mindig itt a helyszínen verbúválódnak a futók. Általában a jobb kedvű vállalkozók ugranak föl a kocsira, és ők indulnak neki a távnak, megpróbálják egymást legyőzni. Közönségnek kisebb-nagyobb derültségére reméljük, hogy ma is így lesz. És ez páros verseny, vagy... Igen, úgy lesz, hogy a kisbíró ugye dobol fönn a lovaskocsi tetején, bemondja, hogy kik indulnak, hogy Józsi vagy Pisti, és akkor leugranak, ahogy visszajönnek, akkor bemondja, hogy melyikük győzött. És akkor ő mindjárt kap is egy ajándékot, a győztes kap tőlünk egy kis ajándékot. A mai napon egy üveg bor lesz ez, vagy valami más kis ajándék. Úgy tudom, egy pár
ajándéktárgyat is adhatunk, ugye a Williams TV stúdió jóvoltából, úgyhogy ilyen dolgok kerülnek kisorsolásra. De a vesztesek is kapnak egy piros tojást, gyerekek esetleg egy rágógumit, egy csoki tojást, ilyesmit. És a gyerekek csak gyerekek ellen futnak, vagy ez sincs meg, ez teljesen? Hát a párosok úgy futnak, ahogy akarnak. Néni szaladhat fiúval, kisfiú, nagypapával, teljesen mindegy a párosok. A lényeg az, hogy mindig páros legyen, és egyszerre leugorjanak a kocsiról, és hát is visszaérkezni. Aki először ér a kocsihoz, dobja be a tojást a dézsába, az a győztes. És a tojások, amik összegyűlnek a dézsába, az később abból rántotta készül a nagy érdemű közönség részére. És mióta szervezi már ön ezt a tojásfutást? Én úgy emlékszem, hogy most 2 éve sajnos nem rendeztük meg, előtte, tehát 3 évvel ezelőtt volt itt a Kátai kocsmánál, régebben mindig ugye itt szokott lenni ezen a környéken, illetve volt, amikor a Jókai Mór utcában rendeztük meg a régi Kóbi vendéglőnél. Most úgy döntöttünk, hogy minden évben felújítjuk ezt a hagyományt, egyik évben itt lesz a Kátainál, következő évben pedig a négy szürkénél a Jókai Mór utcában, és aztán megint fölváltva, megint ebben egyik évben itt, és utána a másiknál. A húsvéti hagyományok egyik központi szereplője a nyúl. Ezúttal nem a csoki figuráról lesz szó, hanem azokról a tapsi fülesekről, amelyek nem csak a gyermekek szívét melengetik meg. Egy ilyen emlékezetes találkozást elevenítünk most fel. Húsvét alkalmából nagyon sokan irigyelhetik Kauránszki Józsefet, aki Vecsésen lakik és nyúltenyésztéssel foglalkozik. Számos nagyon aranyos nyuszi található öntől jobbra. Kérem, mutassa be őket, hány fajtát láthatunk itt? Hát többféle nyullal foglalkozunk, a fő vérvonal a német óriás nyulak. Ők általában hát nem ilyen hobbi szintű, illetve húsvétre nem nagyon szokták őket ajándékozni, mert elég nagy a mérete, és némelyik anya az veszélyes is, harapnak, karbolnak. Ezek ilyen 7 és 10 kiló közötti nyulakról beszélünk. Van egy klubunk is, ahol úgymond törzskönyvezzük a nyulakat, illetve versenyekre járunk a nyulakkal. A német óriásból többféle színű létezik, itthon Magyarországon a szürke szín, ami elterjedt. Itt látunk 10-7-es pici nyuszikákat, ami ritkaság a fehér óriás nyulak, de megtalálható nálunk még a Kalifornia nyúl, ami egyébként ritkaság, illetve eltűnő félbe van, mert nagyon kevés tenyésztő foglalkozik a Kalifornia nyuszikkal. Foglalkozunk kis számmal a törpékkel, illetve amivel most próbálkoztunk és sikert értünk elő, a bécsi nyulak szürke és kék színbe, ami díjnyertes nyuszik is lettek. Hát körülbelül ennyiféle nyullal foglalkozunk, csak faj nyullal, mindegyik nyulnak szározási papírja van, és jó szülőktől származik. Ausztriából és Németországból van a nyulaknak a nagy része díjnyertes szülőkről. Úgy látom, hogy nagyon jól viselkednek, és nincsen veszélyérzetük, hiszen van, amikor derék ki, kihajolnak, nem esnek ki a ketrecből? Nem, mert úgy vannak a ketrecek legyártva, saját tervezési gyártású ketrecek, bár pár nagy tenyésztőnél elestünk praktikákat, trükköket, azokat fejlesztettük tovább a ketrecbe. Van egy ilyen mélyalom tartó kis pakja neki, ami lényegében a nyuszi nem tud kiesni, de egyébként érzik a magasságot, és nem mernek kiugrani alapból se, hogyha egy ilyen alacsonyabb szinten volnának, akkor hamar kiesnének a nyuszik, de így teljesen védve vannak. Ugye a nyúl egyik szinonimája, az elnevezés szinonimája a tapsi füles, hát így laikusként azt tudom mondani, hogy hatalmas fülekkel rendelkeznek. Ezt gondolom, hogy ezeknél a fajtáknál alapkövetelmény. Hát igen, mert hogyha valaki mondjuk kiállításra tenyészt, és tényleg nem húsnyulat tart, aminek nem sok értelme van, itt követelmény a minimum 20 centis fül, az alatt nem ismerhet kiállításra, illetve a nagyoknál a minimum 7 kiló, ami fontos dolog, hogy 7 kilós legyen. Hát a nagyobb nyuszik konkrétan általában 8-10 kilósak. Fontos megemlíteni a nyusziknál az ápoltságukat, a szőre, illetve a higiénia, ami nagyon fontos dolog. Sokan nincsenek avval tisztában, hogy megvesztek egy nyuszét, berakják egy műanyag ketrecbe, és ott el van a nyuszi. Fontos dolog, hogy állatorvos lássa a nyuszit, az alapoltásokat meg kell, hogy kapják a nyuszik, illetve látszik az üvegekbe is, hogy különböző vitaminkúrákat kell végrehajtani a nyuszikon, hogy egészségesen éljenek. Most már szerencsére van a szúnyogcsíp, és ez egy nagyon nagy betegség volt, illetve elvitte a nyulat, mert megfulladt általában a nyúl, mert kisebesedett az óra neki, mert erre is van tökéletes oltás, amivel hosszú évekig élvezhetjük a nyusziknek a szépségét. Mekkora ketrecben tartják őket, hiszen egy nyúlnak azért van, illetve hát lenne mozgásigénye? Attól függ, hogy
kisméretű, középtestű vagy óriás nyulakról beszélünk. Az óriás nyulnak azért egy 120x1 méter mély és 70 cm magas ketrecre igénye van, a középtestők az általában ilyen 80 centi széles 1 méter mély, és a törpéket akár egy ilyen 60x40-es ketrezben is tudjuk tartani. Minél nagyobb helyen van egy nyúl, annál jobban érzi magát, és annál jobban feltalálja magát lényegében a ketrecbe, és jól érzi magát, ami fontos dolog. Nem szabad pici ketrecbe bezsúfolni a nyuszikat. A 60x40-es az nem pici? Az nem, egy törpe nyúlnak mondjuk egy ilyen 1 kilós törpe nyuszinak mondjuk az elegendő méretű lehet, akár az egy alapméret, ami kell neki. Az ilyen kiállításra tenyésztett nyulakkal egyébként mi lesz? Mi az ő sorsuk? Hát az az ember, aki esetleg megnyeri a kiállítást, elég jó pénzért el lehet adni esetleg a nyuszit, illetve akik régóta 15-20 éve foglalkoznak mondjuk nyúltenyésztéssel, az tudják, hogy jó vérvonalú, jó származású nyúlból lehet jó nyulat tenyészteni. Nagy esélyekkel indulunk annak, hogy a következő versenyt is mondjuk meg tudjuk nyerni egy díjnyertes vagy közel díjnyertes nyuszikkal. Ő mikor kezdett egy nyulakkal foglalkozni, és miért pont nyúl? Hát hobbi nyulász voltam még régen, általában ilyen mindenféle keverék nyulakkal foglalkoztam, és most közel egy éve léptünk be ebbe az óriás nyulakklubjába, és innentől kezdve kezdtünk el falnyulakkal foglalkozni, illetve olyan nyulakkal, amik értékesek. Általában az óriás nyulat nem nagyon szokták otthonra megvenni, elég drága a nyuszi, és sok vele a probléma. Általában kisebb, olcsóbb nyulakat szokták megvásárolni, de megmondom őszintén, én megláttam az óriás német nyulat, és én első látásra szerelem, és azt mondtam, hogy nekem ebből a fajta nyullal kell foglalkoznom, mert beleszerettem maga a nyúlnak a méretébe. Úgy látom, hogy ez a tapsifüles nagyon ki akar jönni, egy kicsit segítsünk neki, kérem mutassa meg. Egy picike nyúl, mert 10 hetes nyuszika, kilóban egy ilyen másfél kiló körül van már most, minimum. Ő nagy eséllyel indul a kiállításra, már itt láthatjuk, de is van a nyuszi tetoválva, tetoválási számot. Egyik fülbe a születésév, másik fülbe pedig a törzskönyvének a száma van betetoválva, amit a klub ad. Ő biztos, hogy közel díjnyertes lesz, így a testtartásában, illetve a füle méretéből ítélve, egy nagyon szép nyuszi. Tudni kell a nyulakról, hogy az anyanyulaknak általában kisebb a fejük, és a vaknyulak meg nagyobb fejűek lesznek. És ahogy én észrevettem a saját nyulaimon is, de mások is mondták, hogy a vaknyulak sokkal aranyosabbak. Említette, hogy vannak törpenyulak, illetve nagyon sokféle nyúl létezik. Lenn a földön is van egy ketrecben. Igen, ő a lányok kedvence, ő egy szatén szőrű oroszlán fejű nyuszi. Neki a neve a Drazsé, ő egy 4 éves nyuszi, a méretéből ítélve ő nem látszik 4 évesnek, illetve ők a törpe nyuszik. Van egy ilyen kis friszkója neki, általában az oroszlán fejűnek van egy ilyen friszkója, ő egy ilyen különleges színezetű, illetve egy ilyen gyöngyhez fehér a szőrzete neki, ő általában lányoknak a szeme fénye. Szeretik, ő egy bak nyuszi, és jól viselkedik már 4 éve, párosztattunk is vele teljes mértékben. Lejöttek a kis nyuszik is, úgyhogy ő egy nagyon szép kis mutatós nyúl. Általában lányok ezekbe a fajta nyuszikba szoktak beleszeretni, a törpe nyuszikákba, de ki mit szeretné, illetve fontos dolog azt megemlíteni, hogy tudnunk kell, hogyha mondjuk húsvétra szeretnénk nyuszit ajándékozni, akár a saját gyermekünknek, akár másoknak, hogy hol szeretnénk ezt a nyulat tartani. Kültéren van esetleg lehetőségünk tartani nyulat, vagy esetleg bent, mert ha bent tartjuk, akkor olyan ketrecet kell hozzá választani, ami megfelelő, ha kültérbe, akkor érdemes egy nagyobb ketrecet választani, vagy gyártatni hozzá, ahol jobban el van illetve. Ez is befolyásolja, hogy melyik fajta nyulat szeretnénk választani, mert egy törpenyúlként nem annyira jó választás. Ők általában bent, vagy egy garázsban, vagy olyan helyen zárt térben jobbak. A nagyobb szőrzetű nyuszik, mint a bécsi nyúl, vagy a kaliforniai, ők nyugodtan az egész telet át tudják telelni egy külső ketrecbe, némi szigeteléssel. Önnek melyik nyúl a szemefénye? Nekem a tavalyi bécsi bajnokom, ez egy bécsi szürke nyuszi. Kinti nyúltenyésztő barátunktól kaptuk. Tavaly 2012-es évi versenyt megnyerte, ezt mondjuk kicsit behelyezzük Drazsét, hogy te legyen. És akkor kivesszük az én szeményemet. Ő az egyik, ő a bécsi nyuszi. Ő tavaly első díjat kapott,
gyönyörű a szőrzete, gyönyörű a testtartása, és amit nagyon megörültünk, hogy igazából a párját, a nőstény nyuszit is megkaptunk, és pont 2 napja el lett le a nőstény nyuszi, úgyhogy díjnyertes szülőktől várjuk a nyuszikat, ő az egyik, illetve van a 877-es bakom. 877-es szegénynek már neve sincs. Hát igazából itt törzskönyv számokról beszélünk. Itt van, ami egy nagyon jó barátomtól kaptam, úgy hívják, hogy Varcsa László, Magyarország egyik legnagyobb tenyésztője, neki az egyik leghíresebb bak, nyuszia, ő másik szemefénye. Kérem, emelje meg, hány kiló? Hát olyan 8 és fél körül van, mennyire tudom jól megemelni, vagy mennyire hagyja magát, ugye kiderül. Hossza? Hát olyan 1 méter körül van kinyúlva, de mint látjuk, eléggé szeret ugrálni, meg elég veszélyes karmai vannak neki. Vigyázni kell vele. Tegyük vissza, hogy nyugodjon meg. A nyúl is és ön is. Érdemes megsimogatni, megnyugtatni, nincsen semmi baj, de egyébként a bakok nagyon szelídő nyuszik. Van jó néhány kedvencünk, de ő a kettő, ami úgymond az én kedvenc nyuszim így az összes közül, de mind az összes nyúl, ami itt található, ez mind válogatott és a legtöbb díjnyertes nyuszik. Úgyhogy dióhéjba egy ennyi, próbálkozunk, nem keverjük a fajokat, ami fontos dolog, hogy megmaradjunk a fajnál. Mondom és hozzáteszem, húsnyúllal nem foglalkozunk. Minket is megkerestek különböző helyekről, hogy akkor Olaszországba vinnék ki kamionszámra. Mi csak fajtiszta nyúllal foglalkozunk. Aki esetleg szeretné és szeretne mondjuk vinni a gyermekének nyuszit, abba is fogunk tudni szerintem majd segíteni húsvétkor, illetve az óriás vonalat vinnénk tovább, ebbe szeretnénk további sikereket elérni. Március 23-án megkezdődött az ökölvívó diákolimpia Grassalkovics Antal német nemzetiségű és 2 tannyelvű általános iskolában. A diákolimpia március 23 és 26-a között zajlik. Szerdán és csütörtökön a selejtezőkre, pénteken az elődöntőkre kerül sor, szombaton pedig az aranycsaták zajlanak. Bővebb beszámolót a jövő heti adásunkban láthatnak. Emlékezetes 6-3-ra győzött a Vecsési Futballklub csapat a Török Bálint ellen, miután az első félidőben az ellenfél még 3-0-ra vezetett. A második félidőben a mieink remekül játszottak, és a siker egyik kulcsa a jó játékos cserék voltak. Hát, hogyha a mérkőzés egészét nézzük, akkor nyilván az első félidő eredménye alapján azt mondanám, hogy nem a csapathoz és a célkitűzésekhez méltóan szerepeltünk, viszont a második félidő meg azt mutatta, hogy igenis meg tudtuk mutatni azt, hogy mennyi erő rejlik a csapatba, és tudtunk 6 gólt rúgni, úgyhogy mentálisan azért egy csapatot nagyon megvisel, hogyha a sereghajtó környékén lévő csapat jön, és 3-0-ra vezet az első félidőben hazai pályán. Ilyen még itt Vecsésen nem volt. Reméljük nem is lesz. Most sikerült jól kijönnünk, de a srácok sokat tettek érte, hogy ez 6-3 legyen. Igen, bele kellett nyúlnom a meccsbe. Éreztem már a héten is, hogy vannak olyan játékosok, akik több bizalmat kapnak. Nyilván a múltjuk miatt, vagy éppen azért, mert hogy mennyit játszottak már itt és hogyan. De mostanában nem játszanak jó formában, sőt a mentális részük is sokkal gyengébb. És a keretünk nagyságából adódóan vannak éhes játékosok, akik most lehetőséghez jutottak, és sikerült bebizonyítani, hogy számíthatunk rájuk, és egy csodálatos második fél időt produkáltak. Ebből a mérkőzésből akkor számos tanulságot le lehet vonni. Ön milyen tanulságokat vont le? Hát, hogy nagyon sok erő van még ebbe a csapatba, és mivel csapatépítés folyik újra, ugyanúgy, mint nyáron, azt gondolom, hogy egy ilyen mérkőzés, hogy ennyire pozitívan jöttünk ki, még lehet, hogy jó is nekünk egy rangadó előtt, ugyebár már hétvégén már rangadónk lesz a Dabasgyónnal. Volt egy nagy pofon, utána meg adtunk egy kávót az ellenfélnek, ez azt gondolom, hogy ez a mi tartásunkról és a belső erőnkről ad jelet, tehát pozitívnak értékelem ezt a mérkőzést. Nagy ellenfél a Dabasgyón, hogyan készülnek rá? Hát nyilvánvalóan mindenki másképp készül egy Dabasgyón elleni mérkőzésre, hiszen ők a listavezetők, de már játszottunk velük össze, azt gondolom, hogy ez a mérkőzés a döntetlen ellenére nagyon mifelénk tendált, tehát több lehetőségünk volt. Most nyilván más szakaszában vagyunk, akkor mi azt gondolom, hogy jól kezdtük a bajnokságot, most egy kicsit döcögősen, de
ez is egy mérkőzés. Annyi, hogy ha ők ezt átérzik, hogy tényleg a listavezető ellen tudunk menni, és be tudjuk érni őket, hogyha győzünk a pontszámba, gólarányunk akkor nyilvánvalóan jobb lesz, még egy-két góllal jobb, akkor ez azt hiszem, hogy önbizalmat kell, hogy adjon nekik. A mérkőzés helye, időpontja? Következő mérkőzés március 26-án, szombaton 15 órától Dabason, Dabasgyom pálya, ott fogunk találkozni az ellenféllel, és remélem, hogy pozitívan fogunk eljönni onnan, tehát mindenképp az a célunk, hogy ne kapjunk ki. Ugye azzal még maradna a 3 pont, tehát hogyha így szelünk, és nem kapunk ki, akkor is az még egy olyan része lehet, ami még pótolható, vagy behozható. Nyilvánvalóan, hogyha kikapunk, akkor sincs semmi probléma, hiszen lesz még 10 forduló, ők is hibázhatnak, de nyilvánvalóan mi azért megyünk oda, mint minden mérkőzésenre, hogy 3 pontot és a győzelmet begyűjtsük. Hajdá, Vecsés! Köszönöm figyelmüket! Önök a Williams Televízió Vecsési Magazin című műsorának március 25-i adását látták. Friss hírekkel, információkkal egy hét múlva pénteken este 18 órakor jelentkezünk. Ennek a műsornak az ismétlését vasárnap és kedden 18 órától, szerdán pedig este 9-től nézhetik meg. Köszönöm figyelmüket, további jó tévézést kívánok, viszontlátásra!